Az egyik nyíregyházi hipermarketben 1 kg paradicsom 900 forintba kerül, és máshol sem sokkal jobb a helyzet. A KSH adatai szerint idén januárban 845 forint volt a paradicsom kilónkénti átlagára, még tavaly januárban csak 800 forint. A vörös hagymáért 270 forintot kértek januárban, ez valamivel olcsóbb lett, a tavalyi felmérés szerint akkor 290 forintba került. 1 kg piros kaliforniai paprika ára pedig eléri az 1000 forintot is. Az infláció jelentős. 2019. decemberéhez képest a friss zöldség és gyümölcsök ára közel 8%-kal emelkedett. A húsok ára is jelentősen nőtt. A sertéshús ára 2,5%-kal emelkedett 2019. decemberéhez képest. Az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest pedig még jelentősebb az áremelkedés. Idén januárban 1 kg sertéscombért átlagosan 1600 forintot kellett fizetni, 2019-ben ugyanekkor 1100 forintot. A sertéshús esetében ezt a több mint 27%-os emelkedést, ami egyébként más sertéshúsból készülő feldolgozott termékek esetén is érezhető volt, ahol az árak akár több mint 10%-kal emelkedtek. Elsősorban egy az egész világpiacot érintő tényező okozhatta. Ugyanis a tavalyi évben az afrikai sertéspestis miatt a kínai sertésállomány jelentősen csökkent, és az így visszaeső kínálat felhajtotta az árakat nem csak Magyarországon, hanem az egész világpiacon is. A dohányáruk ára is emelkedett több, mint 11%-kal. Ennek a jövedéki adóemelés volt az oka, amelyet az uniós kötelezettség miatt júliusban és jövő januárban tovább fognak emelni. Akik autóval járnak, azok sem örülnek, az üzemanyagok 13,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. A fogyasztók mégis az élelmiszerek árának változására reagálnak a legérzékenyebben. Egy-egy árváltozásra adott fogyasztói reakciót az árak alakulása mellett számos tényező befolyásolhat. Például befolyásolhatja az, hogy a többi termék ára hogyan változik, és hogy ezek a termékek mennyire képesek kiváltani, helyettesíteni azt a dráguló terméket. Például mondjuk gyümölcsök között egy almát könnyebben tud helyettesíteni a fogyasztó mondjuk egy másfajta gyümölccsel. De közel sem biztos az, hogy mondjuk, hogyha egy felvágott drágul, ahelyett a fogyasztók hajlandók-e például gyümölcsöt vagy zöldséget vásárolni. Emellett a fogyasztók árváltozásra adott reakcióját az is befolyásolja, hogy hogyan változik a jövedelmük abban az időszakban, amikor az árak változnak. Ha például az árak akkor emelkednek, amikor a háztartások jövedelme is emelkedik, akkor könnyen előfordulhat, hogy az adott élelmiszerből a magasabb árak mellett a fogyasztók ugyanannyit vagy akár többet is fognak vásárolni. Minden szegmest összevetve 2020. januárjában a fogyasztói árak átlagosan 4,7%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál, és a folyamat még most is tart. Hogy ez a drasztikus áremelkedés mikor mérséklődik, azt egyelőre a szakemberek sem tudják.